összeti valamilyen hengerek émbőkat. A mai nap, már egyébként jelenleg összeti valamilyen hengerek, 2009. január 22-e van, 18 óra 26 perce futja. Annyi van, hogy valamilyen hengerek, azért ragadtam magamhoz a szót, ugye a mai alkalommal, ugye, hogy elmondja mindenkinek azt, hogy aki jól látta a felvételeket, az tudja jól, hogy mi történt a mai nap. Finom az, hogy aki sokkolt engem az, ami ma történt. Valamilyen fek, aki nem tudnának, most elmondom, hogy kérek szépen, körülbelül olyan, mit tudom én, olyan 12 óra 30 perc körül kezdtem ezen itt hallgatni. Nem is akkor, még hamarabb kezdtem, és akkor körülbelül egy órakor befejeztem. És azt hallottam, hogy mindig van ilyen érdekes hang. Mint ha valaki megpróbálna így bekapcsolni egy ilyen gyújtólángot, vagy nem tudom mi a faszom. Ezt mindig elpróbáltam meghallani, mindig ilyen három ütem után, ez abban maradt, hogy 5-6 perc múlva újra ismétlőd, de úgy nem tudtam meghallgatni, mi az. De hallottam már egészségként azt, hogy valami fontosan búg. Én azt hittem reggel, amikor fél álomban voltam, hogy valami kibaszott kurva izé van itt, valami traktor, ami egyszer nem tudom, hanem ez a mozdony, ez ott lent. Várná, azt tetszett felhalni valami miatt érzi. Tetszett, hogy hallgattam mi a faszom, azt nem mondom, nem tudom. Utána aztán elment. De nem néztem ki, mert mondom, aludtam, fél állam közben kezdtem itt ezen gondolkozni, mi a faszom lehet ez. Utána annyi, hogy megint ott hallottam, hogy zenét hallgattam. És azt hallottam, hogy érdekes módon ilyen láncfűrészes hangok geci. Na mondom, mi a kurva Isten van megint geci. Kinézek, felhúzom a redőnyt, meg ilyeneket, kinézek, most hiába nézni ki, mert be van sütítve már 6 óra, 27 perc, már túl jó a világosság. Benézek, gec, hogy mi a kurva anyja van, hogy kinézek az ablakon. Azt látom, az gec, egy piros színű, ilyen emelő kosáros kocsi geci. Volt két szép fej, egyik szép fej, volt kezében egy ilyen stílfűrész, ott apítja gec a fákat. Mondom, mi a geci van, de itt a mi előttünk geci kezdték el, azt leszettek egy pár gajat. Na mondom, ez még beleférted a dologba, mert én gondoltam, hogy ilyen jó indulatúra gondoltam, hogy ilyen jó indulatú téli gajtalanítás. Na mondom tovább, mert sokszor rágot vezették, de sosem van egy geci, miatt bazd meg senkinek se, hogy most ezért hívjanak ilyen szépeket ki geci, mert azt kihívják őket geci, vége az egész történetnek, bazd meg. Azt annyi van geci, egy csomogat levágtak, na mondom, ez nagyjából tudom, mi belefér, jó van. Azt annyi volt, kelyek szépen, fogom magamat, visszafekszem, megint hallom geci ezt a hangot, messzebbről jött. És akkor annyi, nézem geci, mi van, azt látom geci, hogy az utcának a szélén van egy fa. Azt kezdték gyönyörű így gajtalanítani. Na mondom, jó van, hát mondom, elég érdekes, mondom, miért pont azt, és így össze-vissza tovább mentek, milyen kell kezdték el. Mi adtak ki a következőt, tudom, mert a második fát, ez a harmadik fa tőlünk. Azt nem tudom, mi adták ki, nem mindegy, szóval oké, jó. Csinálták. Azt nézem meg érdekes módon, hogy valamilyen fejegeci, addig várják, hogy a fát bazd meg, kinézett bazd meg ilyen 13 óra, mit tudom én, 21 perc, vagy nem tudom mikor. Az egész fából geci, ilyen izé ma csak geci kaló bazd meg. Azt nézem, mondom, mi a kurva Isten van ez a fával, faszom, mit csináltak ezzel, geci? Hát ez neki gajtalanítás, geci. De azt csak hagyján, bazd meg. A fát úgy, hogy van, geci, natúr kivágták, bazd meg. Képzeljétek el, geci. Én olyan rosszul lettem, bazd meg, nem hiszitek el, hát ez a fa, bazd meg, nem csak ez a fa, érted? Ez a környékünk, ez a pálarafa, ami itt van, ezek a szívemhez nőttek, geci. Hát én, amit a világon vagyok, geci, 1980 óta, geci, a fák itt vannak, nem csak azóta vannak itt, bazd meg. 1953, a fák már akkor is itt voltak, mert ezeket 1922-ben ültették, geci. Nekem mi van olyan felvételem, olyan fényképem, geci, erről a környékről, amikor ezek a fák még ilyen facsemeték voltak, ilyen fekete-fehér, sárga, tudod, ilyen folyadék által meglazult, meghullámosodott felületű papír, minden, geci. Hát úgy hittek el, geci, az eszem faszom megáll, de komolyan mondom, geci. Hát olyan rosszul lettem, egész nap, geci, ilyen gyomoridegesség van bazai rajtam, még a mai nap. Aztán kimentem, geci, azt hittem már, hogy ez az akkumulátorra van meg, mert tudom, most ott egyébként fel abban a pillanatban. De azt figyelte egyébként meg, hogy elég érdekesen kezd működni az akkumulátor, mert utóbbi időben az eléggé kezd már lesz szívulni az energia. Tudom, mert valami fejlődik, pont nincs itt, szóval szusi lenne rá, geci, kurva anyjára. Azt fogtam, tudom magamat, kimentem, de ez geci mekkora volt. Kimegyek, bazd meg, hát eszem ide, mert ilyen túlszövetli szövegjel így. Jó, ezeket van fejlődik, geci, na mindegy. Ez olyan volt, geci, nem hiszed el, bazd meg. Fogom magam, böcsém, látom tőle az ablakon, geci, hogy mindenfajta ilyen faszkalapok, geci, ilyen moskos, kedves bogás, geci, ott mondja tőle a csávónak, hogy el lehet ezeket a fákat innen vinni, tudod, hogy mondja neki tőle a azt mondja neki a csávó, hát milyen lehetne, geci, elvinni meg így tőle, valamilyen figyelj, elkezd neki osztani az észt. Annyi van ti valamilyen hengerek, hogy hát mondom, meg a kurva anyja megbosszol, bazd meg. Sok moskos, retkes, geci, bazd meg, még elviszi, geci, a fát innen. Mondom, geci, magamnak, mondom, túl szar, mondom, hát most figyelj, akkor legjobb, de mondom, el kell tudod menekíteni, geci, egy-két ilyen rönköt. Érted, mondom, mi a túl szar, amit terveztem, geci, hogy bemegyek, ezt el kell tudod az összes fát, de bespájzom a pincénbe, bazd meg, tudod, azok a nagy fákat, nagy tömböket.
nem mondom, tudod, átvettem a ruhámat, ott felvettem elsőnek, geci, ezt azt a piros felső részemet, bazd meg. Nem mondom, ez túl szar, meg felvettem egy ilyen fekete adágat, amit tudod, nekem az igazat, ilyen pantolós, geci, ilyen rúgós fasz. Azt elhajtottam, geci, oda, mert már ezt a kozat egész. Felvettem tudod a fejemre a sapkát, mindent, hogy kimért, hogy munkás feeling, de mondom, kéne nekem, tudod, ilyen munkás kesztyű, bazd meg. Nézem, geci, a munkás kesztyűket, geci, nézem ott, bazd meg a szerszámos ládánál, nézem itt ezekből a dobozoknál, mit tudom, sehol sincs semmi, bazd meg. Na mondom, legyek a pincébe. Lementem a pincébe, geci, átnéztem mindent, sehol semmi, geci. Mondom, felveszek erre a piros, hogy ne kurúdjon szét, az a piros felső, hiszen felveszek, geci, egy ilyen kabátot, egy ilyen úcskát, mondom, kölcsönveszem. De az olyan volt, geci, bélelt, genyó, de nem volt ez egy szimzár. Azt az egész vitték, az belekap ez a fal, az meg ide, azt én fogok ez a nyárni, hogy az egész legjobb a világon. Menjek ott a kocsiba megnézni, ami a kurva anyja. Ott sem volt semmi, öcsém. Azt itt találtam meg ezt a kesztyűket. Na, kimegyek, öcsém, na mondom. Ahogy kimentem, geci, akkor láttam, öcsém, tudod, hogy mekkora rönkök voltak, geci? Így, ekkora bazd meg. Na mondom, hogy melyiket vigyem el, geci, mondom, túl könnyűek lehetnek. Tudod, még eső van, tudod, esik az eső, hogy két napja, geci, vagy három napja, akkor mindent ott tiszta, ilyen sár, mindent, hogy jó, megszívta magát, geci. Na mondom, jó van. Azt nézem, na mondom, az jó lesz. Öcsém, tudod, milyen nehéz volt, geci? Meg sem bírtam, geci, mozdítani faszom. Pedig nem azt nagy rönköt néztem ki, ami a félfa volt, bazd meg, hanem egy ilyen kis tuskót, geci. Öcsém, hogy az, hogy én mit meg nem killódtam, geci? Össze-vissza vonszoltam, öcsém, levonszoltam a pincéig, de úgy hittek, hogy egyszer olyan szinten szenvedtem, hogy mindenki rögötre találom, geci, hogy mi a kurva killódó, geci. Így gurítgattam, geci, a járdán, de nem bírtam meg sem mozdítani, olyan nehéz volt. Aztán begújtottam, geci, az izébe, mert ott volt még az a moskosz, hogy rohadjon a kurva anyja, az összes geci. Az is tudom, mekkora fajítók, geci. Ők, öcsém, az első szószólói bazdmeg a fajítások. Ha fajításról van szó, ha valamilyen fejek az első, akik geci sorba állnak, azt egyből mennek bazdmeg fajítani bazdmeg, mert annyira utalik mindenki, én nem tudom, mi a kurva, hogy sok mocsos emberre, geci. Most bazdmeg itt vagy 20 éve, geci. Ő is nagyon tudhatja, jó, geci, hogy milyen fontos ezek a fák, geci. Ezek adják, geci, az egész környéknek, geci, a hangulatát, bazdmeg, azt ezek a mosok nem tisztek, de azok a rohadt, geci, mert ők vágták ki, geci, a fák, geci. Fogom magam, öcsém, leviszem nagy tuskókat, geci. Gurítom, de bazdmeg olyan túl tiszta volt, tiszta sár volt, geci, vizes volt, nehéz volt, geci, meg sem tudtam, geci, mozdítani. Az legfolyanabb, geci, az volt, geci, az egészben, fogtam, geci, a lépcsőn, bazdmeg, megújtottam, azt megy a gecibe, bazdmeg, azt megindult magától, geci, azt ott szétvitt minden, geci, azt úgy hitte, geci, hogy akkor ereje van, geci, ennek a fatörzsnek, hogy csinom, megindul, bazdmeg, azt ember meg nem állítja, geci. Lögtem tovább, befeltől a pincéimbe, tudom, akkor nem voltunk már a pince szintjén. Kicsit geci, neki ment bazd meg az a farönk, ami úgy forgott, de már nem a lépcső lefel, amely én gújtottam. Neki ment az ajtó, geci, az így bazd meg elhajlott, geci, az ajtó. Be se lehet zárni fel, de nem a miénk, hanem a főajtó. Az egész farönk olyan széles volt, geci, mint maga az a folyosónk lent, geci. Felakadtam, geci, a valamilyen farönk, geci, állítani az élre. Nem tudtam, geci, nem se tudtam, geci, mozdani, nem tudtam, hogy betartam, hogy is fektetve, az kész, ennyi. Aztán jött egy ilyen szép itt a környékem, kutyát csinálhatott, mert mit tudom, azt valamilyen fel elkezdték mondani, hogy hát, hogy mi rendeltük ezt a favágást, mondtuk, hogy pont mi rendeljük a fakírtást. Ha valamilyen fel mondta, hogy hívjatok a tévét, meg ezt a híradót, mit tudom, azt akkor vegyünk már a kamerába, tudod, ilyen fejteleket fel, hogy néz ki a fatörzs, geci, hogy az egész úgy hittek, olyan volt, hogy láttam mindenki a fejtel, geci, most egy ilyen lekombert, és annyi van, ti valamilyen helyet nem szedtek el, geci, a fatörzs olyan szintűen volt bazd meg, hogy azon nem volt semmi, geci, semmiféle hiba nem volt rajta. A fának, geci, a földhöz legközelebb eső keresztmetszete, geci, olyan volt, hogy teljesen egységes színű. Abban nem volt még korodás, amikor színeződése volt, geci. A felső ágakban, ami körülbelül olyan 4-5 méter magasan volt, azokban volt egy ilyen hajszál vékony, ilyen sárgánál, egy színnel másabb elszíneződés, de az se korlat volt, az se üreges korhat. Más volt a színe egyébként, csak egy halvány ágyalattal, geci. Tőle, geci, hogy maga vágtak, ja, aztán nem a felesége, geci. Így baznak, kizetek el, geci. Ezek a mocskosok, hogy a fogja meg a kurva anyád! Te geci, mocskos, úgy hétek el, bazd meg, ide jöttek ezek a tetves, retkes, büdös gecigöpám, ide jöttek, én mondom neked, bazd meg, fél éve nincsen. Mától miket csináltak, geci? Lepakoltak, geci, a csávóra olyan bunkó gyereke van, bazd meg, hogy te olyat még a világon nem találnál a kereslése, geci. A valamilyen fej látta az, geci, még a múltkor állt a kocsival, geci, az udvarról, bazd meg, eljárt, geci, motorra a csáv. Aztán felmegy be az, amit aki jól végezte a dolgát, geci. A gyerek olyan bunkó, geci, én még az ilyetem meg, geci, különben nem láttam, geci. Tuskó, mint az állat, geci, de az meg, az se külön, bölcsém. Olyan bunkó, soha nem köszönne. Akkor a tuskó, tahó egy állat, geci, hogy a kibaszott belefogja meg a anyját, geci, úgy, hogy van a rohadjál meg, geci.
Úristen, te akkora bunkó, emlékeztek rá, amikor 2008. november 25-én kivoltunk fejtelek, akkor már az ünnek egyszer oda volt, hányba egyszer rengeteg levél a fatövébe, bazd. Azt is, hogy ő csinálta, geci. És mit mondta erre, amikor elkezdte neki mondani, hogy miért kívánna a fát? Azt mondja valamilyen fej, hát azért, mert neki oda esett, geci, a sok levélbe. De ez egy hülye geci, mert az nem is ott van, geci, a fa van. Ráadásul ő söprögette oda, bazd, az ágat. Hát ez normális az ember, geci. Ez hülye, bazd meg. De geci, úgy hidd el, az abszolút senk, hogy még ilyet az életedben nem pipált, de komolyan mondom, geci, még hozzá egy autista, értelmi fölöttes is, geci, hozzá képes, bazdmeg Einstein. Múltkor olyan volt, hogy amikor emlékeztek, felmentünk, nem találtuk meg azt a kurva pecér izét, karácsonyfa tartó talpat. Felmentünk, tudom megmondani neki, hogy találtunk egy ilyen valamilyen szart tartót, de az nem a miénk volt, hogy ezt az övéért. Nem is fogta fel, geci, a kérdés. Érted? Tehát annyit a kérdésünk, hogy ez a maguk ez a tartó. Nem tudta, miről van szó. Tartó? Milyen tartó? Ez a tartó, bazdmeg. Ez? Hát, nem is tudom, így. Olyan szinten seg öcsém, de az egész családja olyan szinten unszimpatikus, kibaszott társaság, geci, komolyan mondom, meg annak idején, geci, rúgás mindig, így normális volt, geci, ezekhez képest, ezek bunkók, öcsém, ezek meg a parasztok, geci, meg a tuskó dudák, geci, kurva anyja, bassza meg, és ide jön a moskos, a rohadt tetves anyja, bazznek, és mit csinál, geci, kivel a fát, de ez hogy a joga, bazznek, mondd már meg, hát ez a fa, ami itt a társasháznak az elején, érted? Ez nem csak az övé, kellett volna összeírni közgyűlés, geci, és megszavazni azt, hogy kiszavazza arra, kivel a fát. Ez nem volt, geci. Aki 20 évig fasz ez, nála, geci, 20 éven át nem volt közgyűlés. Már így sincsen, geci. Szedik a rengeteg pénzbe, azért felemelték ezek a kurpecének, havonta, geci, a közös költséget, mert mit tudom én, akkor megkérték tőlük, geci, hogy rakjanak oda az bejárati ajtóhoz olyan önbecsukós fasságot, mert mindenki geci, amikor bejön ide, az meg nem csukja be azt, hogy itt van az ajtó, geci, az bárki bejöhet ide, ez legyen is múlva akármit geci a lépcsőházból. Nem tették, öcsém. Mit csinált a mocskos közös pénzbe, az meg arra költ, hogy felfold ilyen KFT-ket, geci, azt kivágatja velük a fákba, az meg. A rohadt mocskos anyádat, te mocskos. Isten bizony, mondom te, ha az Isten van az ébe, geci, mint amit annak idején küldt öcsém a geci. Emlékeztek a csávóra, geci? Olyan volt a csém a csávó, egy nagy darab 200 kilós, két bűtel magas csávó, bazd meg. Elkapta geci a gyomorrág, geci, a csávó két hét múlva úgy geci, bazd meg, hogy soha nem volt, mint kiskása, bazd meg, akkora volt, mint amekkora volt, és a csávó geci meghalt, bazd meg. Minek jöttek ezek ide, mondd már meg. Furfarag, állandóan a pincébe jár, csapkodja geci a pince ajtót, itt vagyják ezt a beáti ajtót. Fenn, geci, ott csináltak a valamilyen fejek, hogy egy fél évén átadod, geci, a lakásnak az átépítése, mert fenn tette ki, azt lecsapták, kívülről, geci, ilyen seszínűvel beburkolták, ilyen széles különbség van, geci, az ő faluk, meg a többi között, bazdmeg, szóval el van kúr belülről. Akkor kiszedték, orrhabokat tettek, geci, be van oldalálni, ilyen boltíves, ilyen nagyon undorító szar, geci, hogy az egész ház elej is el van bazdmeg cseszve, mert szétkúrták, mert az egész az összhang, amit mi is törekedtünk, azért van ilyen jellegű ablakunk, hogy olyan, mint a régi, hogy beleijjen a háznak az eleti struktúrjába, ők szartak el rá, geci, azt undorítan néz az egész ház, geci, amit ők itt laknak, geci. Szétkúrtak, szétbasztak mindent. Undorító bunkó álltak, hogy mindannyian, geci. Halálkomolyan, Isten bizony, mondom, geci, így. Szívemből kívánom, geci, halálkomolyan mondom, hogy meg mindannyian. Remélem, öcsém, hogy szétviszi a mocskos kurva anyjukat az, geci. Hogy ilyet megcsinálni, érted, ez a mosos. És kizem mondja, hogy neki, érted, hogy miért vágták ki meg ilyenek, hogy rendesen röhög rajta az a csávú. Hát, öcsém, szóval ennyi van ti valamilyen hengerek, úgyhogy ennyi van, az én mondom neked, öcsém. Kimegyünk, érted, megnézzük, hogy mi van, geci, hát teljesen le voltak döbbenbe, az amit láttam, érted? Hát kész, geci. Ami úgy volt, hogy hát jó van, ez van, az kész. Na, néha senki nem tudja jobban, geci, hogy milyen fontos a geci, a fákat, geci, az pont ő nem reagál semmit. Hát mi a geci van már mindenki, ezt a hülye utóbbi időben. Hát geci, komolyan mondom neked öcsém, hogy ennyi van. Érted? Tehát olyan szinten kiborító geci, ami itt van, és a sok mocskos fagyüllő ember geci, a tökét vágnám le geci, az ember le kéne válni a fejét, geci, a kezét, lábát, az csúszába azni a földön, mocskos féreg geci.